A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette. Gyermekrajzok a kórházban, Belmondó klip halasi szereplőkkel és egy Ausztráliában tanuló diáklány magyar fotópályázati sikere is helyet kapott ma esti műsorunkban. Jó estét kívánok, ez a Kultúrkép legfrissebb adása, jönnek a részletek, tartsanak velünk! Közel 260 rajz érkezett a kiskörösi Egymi Utazótanári Intézményének felhívására. A fiatalokat arra kérték, hogy rajzolják le, milyen az egészségügyi dolgozók munkája. A beérkezett rajzokból a kiskunhalasi Semmelweis kórház étkezdéjében nyílt kiállítás. Arra kértük a kórházi dolgozókat, mondják el számukra, miről is mesélnek ezek a képek, így a koronavírus járvány idején. Számomra döbbenet az egész, hogy a mai világban a gyerekek ennyire jó informáltak egyrészt a mai világról, tehát, meg úgy az egészségügyről, meg a mai világot jelentő problémákról, és ez kicsikre is értendő, és nagyokra is, tehát mind az első osztályosoktól kezdve a 17-8 évesekig, hogy ennyire foglalkoztatja a gyerekeket ez a mai probléma. Számomra ez megdöbbentő. Látják szerintem azt is, hogy kevesen vannak a nővérek, hogy küzdenek, mint ezen a képen is, hogy a halállal küzdünk, tehát hogy ezek olyan nagyszerű dolgok szerintem, nagyon jól látják a gyerekek. Nagyon megható, hogy ezek a gyerekek akár a 6-7 éves kortól a 14-5 éves korig ennyire képbe vannak, hogy részben, hogy mit csinálnak az egészségügyi szakdolgozók, és hogy jelen helyzetben mi van Magyarországon. Nem is nagyon lehet igazából köztük igazságosan választani, mert mindenki megmutatja azt is, hogy mit gondol a harcról és a benti munkánkról. Abba az egybe bízok, hogy ezek a gyerekek nem azért tudják ezeket ilyen jól, mert sajnos átélték, vagy voltak sokat kórházban, inkább csak azért, hogy jó a tájékozottságuk. De nagyon megható, hogy minden korosztály ennyire szépen, ennyire kidolgozottan és élethűen tudja közvetíteni számunkra azt, hogy nagyon-nagyon gondolnak ránk ebben a nehéz helyzetben. Szinte mindegyik rajz, majdnem minden területet külön-külön fölölel, a műtőtől kezdve a járóbetegellátásig, még szemészeti táblát is láttam valahol, hogy a gyerekek rajzoltak, de a műtő, az intenzív osztály is meg van személyesítve, a mentősök munkája is, és van egy nagyon kedvenc képem, előbb beszéltünk róla még a riport előtt, ahol gyönyörűen megszemélyesítik, hogy a vírus, mint egy ellenfél, az egészségügyi dolgozó az egyik oldalt, a másik oldalt, meg a vírus, mint húzunk egy kötelet. Tehát szerintem maximálisan behálózzák ezek a rajzok a mai egészségügyi fölépítést, az egészségügy fölépítését és magát a helyzetet. Nagyon sok rajzban van többlettartalom, nagyon sok rajzon föl lehet fedezni az egészségügyi dolgozók. Volt, amin a fáradtságot láttam a rajzon, az elgyötörtséget, arra gondolva, hogy ugye már mennyit dolgoztak itt a járvány idején a fiatalok. Tehát, hogy mindegyikben van valami kis többlettartalom, és azon túl, hogy a fiatal az alatt a pár óra alatt, amíg ezt elkészíti, igazándiból teljesen ki tud kapcsolni, és ez lélekben neki is mennyire jó, mert az alkotástól nagyobb öröm, és kisugárzik ránk is a szeretetük, meg az örömük, amit nagyon-nagyon sokféleképpen ki lehet fejezni. Hihetetlen kreativitást fogalmaznak meg ezek a gyermekrajzok, olyan szabad, szárnyaló képzeletet, amit mi felnőttek sajnos már nem tudunk művelni.
olyan rajzok jelennek meg, ahol valóban bilincsbe verve, vagy az árnyéka a nővéreknek angyalszárnyal látható, tehát olyan szabad kreatív művek láthatók, ami tényleg a szabad gyermeki szellemnek a képét mutatják. A koronavírus tulajdonképpen egy nagyon apró dolog, mégis a rajzokon nagyon sokszor úgy jelenik meg, hogy egy hatalmas, bilincsbeverő, elnyelő valami, amit le tudunk győzni. Ezeket jelenítik meg a gyerekek tulajdonképpen. Nagyon színesek, szivárványok, piros szívek, akár üdvözlő szavak is fölírva, tehát én szerintem maximálisan a melegség és a szeretet árad ezekből a gyermekrajzokból, és nem hiszem, hogy azért, hogy csak egy pályázat és hogy ő legyen a nyertes, hanem szerintem az ők is lelkükben valahol tényleg ez a nagy-nagy szeretet van mi irányunkban is. Ugye mindennapos bejelentés, ilyen adomány, olyan adomány, de szerintem ez többet ér bármilyen pénzbeli juttatástól, tehát ez olyan elismerés, amit megérdemlünk, hogy nagyszerű. Ronda. Ez a címe a Belmondó zenekar legújabb klipjének, amiben halasi szereplőket is láthatnak a rajongók. Hogy miként zajlott a forgatás és ki milyen karaktert formált meg, azt most ők maguk árulják el. Ez a Belmondó zenekar legújabb klipje, ami a Ronda címet kapta. Nekünk halasiaknak azért lehet érdekes a videó, mert a szereplők között több a városunkban élő vagy korábban itt tanuló szereplő is látható. Szécsi Krisztián halasi születésű, Cikkely Panni pedig a Bibó gimnázium diákja volt. Panni egy barátnője révén került be a stábba. Ez a mostani klip, hogy én benne vagyok, ez egy merő véletlen, mert én csak segítkezni szerettem volna menni a klipforgatásra, tehát ilyen kaját rendelni, kávét hozni, ilyesmit, illetve találkozni Krisztiánnal, mert ezer éve nem láttuk egymást. A profi fotós lány, aki lett volna a klipben, azonban lemondta az utolsó nap. Tehát, hogy még az előtte nap este visszamondta a felkérés, és a Dodó felkért, hogy esetleg, ha már úgyis ott vagyok, akkor nem beugranék így a fotó szerepébe. Mázlimra pont volt nálam kölcsön egy ilyen gép is, úgyhogy minden kapkolt. Úgyhogy hirtelen jött ötlet a vezérelve kerületem bele, de nem bántam meg. Krisztián egy stylist szerepében tűnik fel a klipben, azon, hogy ő maga milyen ruhákban jelenjen meg a videóban, nem kellett sokat gondolkodnia. Hát megmondom őszintén, nem volt túl nehéz, mert hogy én minden nap így járok, én dolgozni, én az utcára, én bárhova így megyek el. Én vallom azt, hogyha igazából teljesen mindegy, hogy mi van rajtam, hogyha én abban jól érzem magam, az mindenkinek tetszeni fog, főleg nekem. De egyébként nagyon vicces, mert pont az az összeállítás, ami de megjelenek a klipben is. Hát gyakorlatilag már minden verziót megkaptam érte. Mindig valami komparatív közegben próbálják kezelni, hogy úgy nézek ki, mint egy amis, varázsló, vagy a csúcs eddig, amikor pont munkában menek voltam Bécsben, és ülök a Hauptbahnhof metró megállóban, és odajött egy orosz turista, és ő papnak nézett engem. Gyakorlatilag nem volt túl nehéz kiválasztani az öltözéket, ez a kalap úgy gondolom, hogy elég ikonikus is. Az én személyiségemhez, plusz nemrégiben még beszereztem egy arany szemüveget is, és fun fact, Panninak annyira tetszett ez a szerelés, hogy ő még GIF-et vagy GIF-et, nem tudom, hogy kell kimondani, még ilyet is csinált a Instagramra, szóval teljes a boldogság. Igen, portrét rajzoltam Krisztiánról. Panni és Krisztián is önkéntes házi karanténban töltik minden napjaikat, most már hosszú hetek óta. Azt mondják, igyekeznek hasznosan eltölteni az otthoni időt. Nagyon régen voltam ennyire kreatív, mint most. Körülbelül 4 hónapja újra elkezdtem kötni és orgolni. Még anyukám meg nagymamám tanítottak erre a tevékenységre, és nem volt hiába való, mert tényleg igazából akármit meg tudok csinálni. Nekem mostában nagyon fontos lett az életemben a környezettudatosság. Szóval én nem is vásárolok már egyáltalán boltokban ruhát, maximum csak használtat.
Sőt, annyira figyelek erre, hogy még a fonalat is csak használt second hand fonalboltokból veszem, és gyakorlatilag pulcsikat, nadrágokat, vagy most éppen plüssöket szeretnék készíteni. Nem feltétlenül magamnak, én ezeket elajándékozom, nem feltétlenül kérnék érte még pénzt, nekem ez egy nagyon jó időtöltés, mellette festek, virágot ültetek, vagy olvasok. Most éppen azt sem, hogy Dosztojevszkinek az életművét újraolvasom. Én most olyan furcsa helyzetben vagyok, hogy a diploma folyamatom is itt zajlik jelenleg ebben a szobában. Úgyhogy nagy részt azt tölti ki az időmet, hogy tervezgetek. Emellett én is olvasgatok, régi könyveimet veszem elő, amik itthon megtalálhatóak. Még a hegedűm is előkerült, amit már nagyon régen használtam. Tök jó, hogy itthon van ez is. Illetve, hogy Krisztián mondta, én is elég élem ezt az itthoni kreativitást. Nem voltam sose az a nagyon eljárogatós, tehát eleve sokat voltam négy fal között, de most külön jó, hogy itthon vagyok anyukámmal, és egymást tudjuk itt segíteni. A Belmondó Klip halasi kötődésű szereplői nagyon örülnek, hogy részesei lehettek az alkotási folyamatnak, és mint mondják, bíznak abban, hogy a közeljövőben még lesznek hasonló közös projektjeik. Templomosokról, rejtőzködő bérgyilkosokról, sok cselszövésről és ismert történelmi eseményekről szólnak az Assassin's Creed könyvek. Ezt a sorozatot választott a mai lapozgatónkhoz a Dékáni Szakgimnázium egyik diákja. A Assassin's Creed könyvekről fogok beszélni. Ennek az alapja videójáték sorozat, ami igazából egybe fogja egy kicsit a játékot is, de hozzá is rak a történethez. Fontos, hogy igazából a videójátékot is ismerik ahhoz, hogy a történettel tisztában legyen az olvasó. És az is fontos, hogy a történet az különböző korszakokban játszódik. Nem egy korszakot céloz meg, hanem különféle korszakok, például a kalózok idején, keresztes háborúk, és több, stb. És ez a könyv, ez például pontosan a keresztes háborúk idejében játszódik. A főszereplőnk az egy férfi harcos, aki most csatlakozott a keresztes háborúba, és egy olyan templomos mellett van, aki később assassin lesz, csak nem tud róla. És ő először ugye ő egy templomos egyesületben van, és később szerez tudomást arról, hogy a felmenői azok valójában assassinok voltak, de ezt erről ő se tudott. És később ez jobban ki fog derülni a könyvben, és a könyvnek több része is van, ami ugye jobban belemegy a történetbe, ebben a történetbe, de ez az a könyv, amiből ez a keresztes háborúk jobban, a keresztes háborúkkal jobban foglalkozik. Szeretem. Jó ez a könyv. Egy halasi diáklány kalandjai Ausztráliában. Már ezzel a felütéssel is izgalmassá lehetne tenni a most következő interjút, azonban ha még azt is hozzátesszük, hogy Bozóki Luca a távoli kontinensen töltött hónapok alatt még egy magyarországi fotópályázat egyik fordulóját is megnyerte, akkor biztosan még többen kíváncsiak lesznek a tehetséges bibós lányra. A kiskunhalasi Bozóki Luca ezt a tanévét Ausztráliában tölti cserediákként, mivel az elmúlt időszakban a kialakult vírushelyzet miatt a távoli kontinensen sem volt tanítás, a diáklánynak bőven akadt ideje hódolni kedvenc hobbiának, a fotózásnak. Képeivel be is nevezett Nánási Pál fotográfus online versenyére. Először a tévbe szerették volna leadni, de így a vírus miatt nem tudták, ezért átért YouTube-ra. Ugye ez inkább ilyen koronavírus fotóverseny lett. És igazából minden héten különböző témát megad, és abban kell fotózni.
és ez bárki, tényleg bárki jelentkezhet. Egyszer volt megadva, hogy hány képet lehet küldeni, de amúgy bármennyit lehet, és tényleg ez a legnagyobb dolog most, ami így a karantén alatt történt, mert mindig megvolt, hogy mit kell csinálnom, teljesen rá voltam kattam, hogy most mit kéne ez a témához, hova kéne mennem, úgyhogy ilyen felfedező túrákra is mentem. Persze az sem volt mindegy, hogy a nevezők milyen képeket küldenek be az egyes fordulókba. A téma az volt, hogy fény és árnyék, és mindig úgy van, hogy fölrakják YouTube-ra a videót, ott elmondják a legvégén, hogy mi a téma, és utána egy pár napon fotót készíteni és elküldeni. Úgyhogy így gyorsan kellett gondolkodnom, hogy hova is menjek, vagy tényleg kiről, hogy tényleg emberről szeretnék képet csinálni, vagy csak úgy tájról, természetről. És az első családomban ugye van 5 gyerek, és ott van bőven kit fotózni, valamint vannak állatok is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen kis kalapos, csirkés, ilyen kis feelinget kéne fotózni. Úgyhogy a szárító kötélre raktunk fel ilyen lepedőket, hogy arra is így az árnyék jól mutat rajta. És kihoztuk a csirkéket, akkor ott játszottak velük, úgyhogy így igazából ilyen spontán volt az egész. Csináltam pár képet csak fényképezőgéppel, és pár a drónnal is, hogy itt tényleg a csirkéknek így az árnyékat így föntről még jobban lehet látni, úgyhogy tényleg így összeállt az egész sztori azok a drónos képekkel. Bozóki Luca. Nánási Pál egy közel 45 perces videóban értékelte a beküldött fotókat, Luca alkotásairól a következőket mondta. Lucának annyira jó hangulatú képei vannak, hogy drónosztál is. Nagyon tetszik az, hogy a drónt és a testközelből készített fényképezőgéppel készített képet milyen ügyesen összekutyultad, gyakorlatilag ugyanazt a hangulatot megtartottad. Nagyon jó pofák a csirkéknek az árnyékai, nagyon jó pofa, hogy a kalapos kislányod viccajozik, és egyáltalán egy nagyon-nagyon helyes gondolat, és nagyon jó, hogy mindig az, amiről beszélek, hogy egy képsorozat, a képei hogyan passzolnak egymáshoz, abszolút ad minden áldott kép valami olyan új részletet tesz hozzá ehhez az egész hangulathoz, a sorozathoz, amitől egyre beljebb és mélyebben megismerjük ezt az egészet, ezt a hangulatot. Felmerül a kérdés, vajon egy versenyen elért első helyezés mennyiben motiválja a későbbiekben a győztest? A fotózás az mindig is itt volt velem, mindig rengeteget csináltam ez a 10-9 hónap alatt is, amíg itt voltam Ausztráliában, rengeteg fotó készült, úgyhogy szerintem ezután sem fogok megállni. A Kiskunhalasi Zöldhíd Egyesület minden évben meghirdeti alkotói pályázatát. Kezdetben csak fotókat vártak, mostanra azonban már több művészeti ággal is bővítették a kategóriákat. Az idei kiírásról az Egyesület elnökével, Mongyi Mariannával beszélgettünk. Szeretettel köszöntelek itt a stúdiónkban. Korábbi ismeretségünkre való tekintettel abban maradtunk, hogy tegeződve fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is. Annak kapcsán beszélgetünk most, hiszen a Zöld Híd Egyesület minden évben egy fotórajz pályázatot életre hív, most már hosszú-hosszú évek óta. Mióta is tart ez a folyamat, és mik voltak a kezdeti célok? Ez lesz a 10. pályázatunk, és a kezdeti indulásnál még a Halasi Hetek Alapítvánnyal, Rémán Jánossal volt egy ötletünk. János felajánlotta, hogy ha minden évben megrendezzük, akkor minden évben kapunk tőle egy kis támogatást. És így lett igazából belőle a hagyomány, mert már az első alkalommal nagyon jól sikerült, még akkor csak fotókiállításként indultunk. Kiskunhalas természet és épített értékei volt az első témánk, hát legyünk igazán zöldek, és helyi témát válasszunk. És aztán az első felbuzdulás, ugye mivel ilyen jól sikerült a kiállítás, nagyon sok szép fotó érkezett, úgy döntöttünk, hogy minden évben megrendezzük, és éveken keresztül igyekeztünk jobbnál jobb
témákat kitalálni. Hát én nagyon szerencsés egyesületnek vagyok a vezetője, hiszen a tagok nagyon sok mindenben segítenek, és Palásti Károly tanáról pedig a kreatív igazgatónk, és ő minden évben kitalált egy jó címet, hol időhíd, fényhíd, találkozásaink, növény, ember, vagy az éjszaka csodái párban, ezek mind-mind a mi pályázataink voltak, és akkor a tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy egy kicsit ezt kiterjesztjük, és összekötjük más művészeti ágakkal ezt a pályázatot. Például nem csak fotókat kérünk be, hanem rajzokat és meséket is. Mi is volt ennek a célja? Kicsit kimozdítani az embereket, kicsit ismerkedjenek a természet szépségeivel. Miért indítottátok el a folyamatot? Igen, hát az elején ugye egy kezdő egyesület is voltunk, és mi szerettük volna azt, hogy megmutassák az emberek nekünk, a lakosságnak, a többieknek, hogy ők hogyan látják Kiskunhalast, hogyan látják a térségünket, mennyi szépséget vesznek észre, vagy éppen milyen környezetvédelmi kapcsolatuk van, vagy látnak-e olyat esetleg, ami nem tetszik nekik a környezetükben, mert voltak olyan fotók is, amik azért olyan figyelemfelhívóak voltak, volt olyan évünk is. Én úgy értem, hogy figyelemfelhívó, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy hát sokkal jobban kellene vigyáznunk a környezetünkre. És hát ez volt a kezdeti cél, és ahogy említettem, most pedig már nem csak ez lett a célunk, hanem mivel tavaly volt a 40. születi fesztivál, úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk, hogy a testvérvárosainkat is megszólítjuk, az ottani diákokat, az ovisokat, vagy éppen a felnőtteket, és hát ez nagyon-nagyon jól sikerült, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes folytatni, és így döntöttünk az egyesülettel is, hogy az idén is megpróbáljuk. A tavalyi év az azért is nagyon sikeres volt, mert 300 alkotás érkezett, ennek többsége rajz volt, de sok fotót is kaptunk, és hát meséket is írtak a diákok, szebbnél szebbeket, amit mind-mind ki tudtunk állítani, azt, ami a győzteseké volt, illetve a különdíjasoké a Kiskunhalasi Szilárd János Református Gimnázium aulájában. És hát én bátran állítom, hogy talán nagyon-nagyon régen voltak annyian, aki egy kiállítás megnyitom, mint akkor. Mit lehet elmondani az idei tematikáról, kiket szólítatok meg vele, és milyen alkotásokat vártok? Hát az idei tematika egy kicsit más, mint a tavalyi, abban a szempontból, hogy új címet adtunk, Csak az boldog, aki játszhat, József Attila verséből, a Könnyű fehér ruhában című verse alapján. És most a játékosság igazából a fő téma, a természetben a játékosság, a növény, az ember, az állat, tehát ez mind-mind egy kicsit tágítja, és gazdagítja talán még ezt az eddigi pályázatainkat, hogy más a téma, illetve meghatároztunk egy olyat is, hogy a lehetőségek a természetben az, ami lehetne, de nincs, tehát hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy még több kreativitás, még több minőségi és még szebb alkotásokat kapjunk, hiszen én azt gondolom, hogy így érdemes egy kiállítást megrendezni. A gyerekek az 5-7 éves korosztálytól rajzokat szeretnénk kérni, a diákoktól a 8-12 éves korosztálytól rajzot és mesét, és a 13-18 éves korosztálytól rajzot, mesét és fotót is, és a felnőttektől pedig szintén rajzot, mesét és fotót is. Mi lesz az alkotásoknak a sorsa? Hogyan láthatják, hol, hogyan láthatják majd az érdeklődők a beküldött műveket? Hát terveink szerint meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. Szeretnénk, hogyha a születi fesztivál keretében ugyanúgy, ahogy tavaly is a gimnáziumon, a Szilárd János Református Gimnázium aulájában nagyon, nagyon szépre sikerült a kiállítást megrendezni, és hogy most is ebben a tágos térben lehetőség nyílik arra. Van egy oszlop, amin a meséket elolvashatták, tehát egy kicsit olyan hirdetoszlop jellege is volt, és az nagyon jól bejött, vagy például a fotók voltak középen, és két oldalról pedig a rajzok körbeölelték a fotókat. Én azt gondolom, hogy ez alkalmas helyszín, talán most is erre lehetőségünk nyílik, és mi mindig szeretnénk, hogy lehet akkor szüretkor ez a kiállítást mi meg tudjuk nyitni. Ez hagyomány már nálunk, tehát mind a 10 évben ekkor volt a kiállításunk. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket az információkat. Nézőket pedig arra bátorítom, hogy pályázzanak, a részletes pályázat kiírása halasmedia.hu weboldalon tekinthető meg.
Szép fokozatosan talán ismét visszatérhet életünk a normál kerékvágásba, azonban a kulturális szekció egyelőre még pihen. Összeállítottunk nézőinknek néhány hasznos tippet arra vonatkozóan, mivel tölthetik el idejüket oda-haza. Mivel a veszélyhelyzet miatt még mindig nincsenek rendezvények, a Halasi Média és Kultúra Kft. Programszervezői kvízkérdésekkel várják az érdeklődőket. A Halasi Kultúra Facebook oldalán a korábbi emlékezetes programokról, kiállításokról, előadásokról szólnak a kérdések. A válaszok mellett lehet kommentelni is, például megosztani az eseménnyel kapcsolatos kulturális élményeket. A korlátozások enyhítésével, de a szabályok betartásával az egyházak lehetőséget kaptak arra, hogy a hívek ismét látogathassák az egyházi eseményeket. A katolikus templomokban kötelező szájat és orrot eltakaró eszközt, például védőmaszkot vagy sálat viselni. A templomba érkezéskor mindenkinek kezet kell fertőtleníteni, egymástól másfél-két méter távolságban kell elhelyezkedni, és csak az egyháztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A Református Egyház zsinati elnökségének ajánlása szerint a református templomok, így a Halasi is elővigyázatosságból határozatlan időre még zárva tart, és továbbra is korlátozzák a nyilvános összejöveteleket. Vasárnap délelőttönként a Halas televízióban továbbra is láthatnak felvételről miséket és istentiszteleteket. Újabb zenei csemege látott napvilágot Kiskunhalason. A Lórántfi Zsuzsanna kamarakórus tagjai is csatlakoztak a Maradj Otthon kampányhoz, és készítettek egy karanténklipet, aminek a Karantének címet adták. A tagok bár közösen énekeltek, mindenki saját otthonában rögzítette a szólamot, így állt össze végül egy teljes egészé a produkció. A zenés videó a halasmedia.hu weboldalon tekinthető meg, a résztvevőkkel pedig interjút láthatnak egy későbbi adásunkban. Mai adásunk végéhez értünk, a Belmondó zenekar halasi szereplőkben bővelkedő klipjével búcsúzom Önöktől. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk jövő csütörtökön is. További szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette.